Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió Sportról Sportra című műsorát látják az elkövetkezendő fél órában. Tartsanak velünk! Két sportolójára is büszke lehet Sárospatak. A Borsodabói Zemplén megye legeredményesebb sportolója elismerést Soltész István és Russzó András Erik vehette át. Ez előbbi esetben a dárc, az utóbbiban az ökölvívás sportákban öregbítette tovább a két sportoló a zempléni település nevét. A díjátadó ünnepségen összesen 35 sportág, 35 sportolójának teljesítményét ismerték így el. A Borsodabói-Zemplén megyei testnevelési és sportintézet, valamint a Borsodabói-Zemplén megyei sportszövetsége képviselete idén is jutalmazta azokat a sportolókat, akik 2010-ben elért eredményeikkel öregbítették tovább a térség jó hírét. A köszöntő beszédekben elhangzott, fontos üzenete van annak, hogy egy hátrányos helyzetű térségből ilyen sok kiemelkedő sporteredmény születik. Annak, hogy a nehéz anyagi és társadalmi helyzet ellenére kitartással és akarattal sikereket érnek el a fiatalok és idősebbek egyaránt. Sárospatak ezúttal két díjat is elhozható sportolóinak köszönhetően. Russzó András Erika a Sárospataki Tornaklub ökölvívó szakosztályának tagjaként kapta meg az elismerést. Nagyon örülök ennek a díjnak. Hát azért kezdtem el ezt a sportágat, mert nagyon tetszik nekem. Tavaly évben a Diák Olimpián második helyezést ért el, illetve magyar bajnoki első helyezést. Az eddigi munkák alapján én azt gondolom, hogy kitartó lesz, és ugye akaratos is, tehát mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ettől szebb eredményeket elérje, mint amit most elért. Sárospatak a másik elismerést Soltész István kiemelkedő eredményének köszönheti, aki a Sorompó Darts Klub versenyzője. Annak én ezt meg se álmodtam, hogy ezt idáig fog jutni, hát mint egy 45 évesen kezdtem el először ezt a sportot, egyből beleszerelmesedtem. Azóta szenvedélyesen csinálom. Az István teljesményével teljesen elégedett vagyok. A tavalyi bajnokság 12 fordulójának a felét megnyerte, úgyhogy ez önmagában is nagyon nagy teljesítmény, pláne ebben a mezőnyben. Szerintem a Borsod megyei dárcosok nagyon ügyesek, nagyon jó teljesítményt tudnak nyújtani, akár országos szinten is. Nagy büszkeség számomra, hogy ismét eljöttünk erre a díjátadó ünnepségre, és ismét két sárospataki kitűnő versenyző gyarapodhatott ezzel az értékes díjjal. A két érintett sportágnak az edzői vezetői már mintha hazajárnának ide a díjátadásokra, hiszen Szabó Teri is többször vehette át ezt a díjat itt a megyén, és Hornyák Pista barátunk is többször vehette át, mindketten válogatott szintű versenyzők, és az ő tanítványaik közül most már egyre többen érik el azt a szintet, hogy ebben a kitüntetésben részesülhetnek. Büszkék vagyunk rájuk. A díjátadás kapcsán elhangzott, a város önkormányzata számára valamennyi sportoló fontos, akik teljesítményükkel a település jó hírét öregbítik tovább. Támogatói szerződést írt alá a Mogyi Kft. A Sárospataki Utánpótlás Nevelő Sportiskolával. Ennek köszönhetően 2011-ben három nagy sporteseményt tud megrendezni a SUSI. Az ennek kapcsán megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, a támogatással megvalósított rendezvényekre összességében több száz gyereket és felnőttet mozgatnak majd meg a szervezők. Március 6-án a 19. SUSI Mogyi kézilabda torna, áprilisban a 8. SUSI Mogyi nemzetközi labdarúgó torna, majd pedig május 14-én az 5. Mogyi SUSI Gyermekfesztivál. Ezek az események zajlanak majd Sárospatakon. És mint azt az elnevezések is mutatják, a Sárospataki Utánpótlás Nevelő Sportiskola idén is egy kiemelt támogatót tudhat maga mögött. Erről tartottak sajtótájékoztatót az érintettek, amelynek keretében alá is írták az erről szóló megállapodást. Két éve voltam itt személyesen, hát hihetetlen élmény volt az a nap, el kell mondanom tényleg, és akkor döbbenve bennem, hogy innen tényleg nem szabad eljönni, és itt kell lenni minden rendezvényel. Ezért is mondtam, hogy most kapásból ezt a három rendezvényt.
lehetőségekhez képest támogatni fogjuk, és most mondom, hogy ha netán lesz hasonló rendezvény Sárospatakon, akkor is szeretnénk itt lenni. Úgy gondolom, hogyha egy ilyen neves cég áll mögöttünk, akkor mindenféleképpen érdemes nagy fába vágni a fejszét, főleg azért, mert itt több száz gyerekről van szó, és hát azért nagyon sokan olyanok vagyunk, akik ebbe dolgozunk, hogy a gyerekekért nagyon sok mindent megteszünk. Fontosnak érzem, főleg a mai világban, hogy olyan rendezvényeket támogassunk, ahol a felnővő generáció tényleg tudjon mozogni, képezve legyen. Ezekkel a nagyszabású sporteseményekkel a szervezők számos sportágban több száz gyermeket és felnőttet szeretnének megmozgatni. A mai világban a mozgást azt úgy érzem, hogy tényleg nagyon fontos, és az egészséges táplálkozás. Kizárólag ezért vagyunk most is itt, és hozzá kell tennem, hogy az idei évben célunk, hogy minél több ilyen rendezvényt, hasonló sportiskolákat, akár anyagilag, vagy bármilyen segítséget, ha tudunk adni, akkor ezt egy megbeszélés után ezekre nagyon hajlunk. Erre nem kevés pénzt szeretnénk majd fordítani. Úgy gondolom, hogy képviselünk egy sportiskolát, ahol vannak szakosztályok, és szakosztályon belül a gyerekeknek az az ünnepnap, ez lehet hétfőtől péntekig bármelyik nap, amikor ők mérkőzést játszhatnak, eredménytől függetlenül. És amikor ezt hazai környezetben meg tudják mutatni magukat, és a szülők, akik esetleg vidéki rendezvény, tehát távolabbi rendezvényekre nem tudnak elutazni, itt a hazai környezetben láthatják a saját gyermeküket, szerintem annál nincs szebb. Ez az egyik. A másik meg tényleg most úgy, hogy a Mogyival ez a kapcsolat ilyen pozitív, nem beszélve arról, amit most célként tűztünk itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy mindenféleképpen itt az egészséges életmód. Az lehet, hogy már közhelynek számít, de hát tenni is kell érte. A szervezők azt is elmondták, hogy ezekkel a támogatott rendezvényekkel Sárospatakot még jobban bekapcsolhatják az ország sport vérkeringésébe. Belica János hozzátette, hogy a gyerekeknek szükségük van az élményekkel teli programokra, hiszen a hátrányos helyzetű térségben számukra jóformán csak ez marad. A 40 év feletti korosztály lépett pályára a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok újabb teremtornáján, akik bebizonyították, hogy öreg focista, nem vén focista. Első alkalommal léphettek pályára a 40 év feletti játékosok a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok teremlabdarúgó tornái sorában. A résztvevő 10 csapat jelzi, hogy egy hiánypótló torna jött létre, melyre Miskolctól Kassáig, Borsitól Vilmányig a térség minden részéből érkeztek a csapatok. Ez a múltkori 35 év feletti korosztálynak a folytatása, hogy ez a 40 év feletti torna. Azt el lehet mondani, hogy egyre bővülő létszámmal, jövőre szerintem még több csapattal, most 10 csapat vesz részt a tornánkon, ami mindenképpen pozitívunként értékelendő, plusz még csapatokat kellett visszamondanunk, mert egy napba kellett beszorítanunk, ugyanis tegnap is egy teremtorna volt a csarnokba, és egy napunk van rá, hogy megrendezzük, ezért csak 10 csapatot tudtuk a nevezését elfogadni. Minden csapat érdekes, de van-e különleges csapat, akit kiemelni? Én minden csapat azt mondom, jó játék előtt képvisel, akik újonnan jelentkeztek, illetve újonnan vesznek részt a Tornáza megyei önkormányzat csapata. Mellette már szokványos vendégeink a Borsi csapata, Karcsa, György Talló, vagy pedig a délutáni mérkőzéseken majd a Matuzsálem FC, aki helyi csapat, és még mellette a Kassa. Tehát azt lehet mondani, hogy minden térségben megint érkeznek csapatok az öreg fiú tornánkra. Azt hiszem érdekes ez a korosztály, hiszen ha nincs is öldöklő iram, de valamit más tudnak ezek a öreg fiatalok, mint a többiek. Igen, tehát hiába 40 év feltiek a mérkőzések, az igaz, hogy nincs egy öldöklő iram, de technikásan jól futballoznak, és azt mondom, a termet maximálisan kihasználva játsszák a játékot. Tehát taktikus, élvezetes jó meccseket lehet látni itt a délőtt folyamán, és bízom benne, hogy a délutáni folytatás hasonlóan jó lesz. A tornán különleges színfoltot jelentett a Borsod-Abói Zemplén megyei önkormányzat csapatának részvétele. Ez a csapat már 1998 óta játszik együtt, azt kell mondjam, hogy hát nagy megelégedésre, bár azért cserélődnek a tagok, de 98 óta a megalakulása akkor volt, és azóta rendszeresen tornákon, illetve egyéb más rendezvények, meghívásos rendezvényeken részt vettünk. Hogyan jött a képbe ez a Sátoraljaújhelyi torna?
Van nekünk egy csapattársunk, elmondom a nevét, Becse Csaba, aki mondta, hogy nagyon jó színvonalú és jó mérkőzéseket szoktak itt játszani, és mondták, hogy volna kedvünk eljönni, és mi szívesen mondtunk igent erre a meghívásra, és itt vagyunk, úgyhogy remélem nem kis megelégedésre a csapattársaimnak, illetve a többi csapatoknak. Hogyan ment idáig a játék? Itt az előbb egy pengés játékot láthattunk a csapattól. Igen, hát van már vereségünk, de a többi mérkőzésre szerencsére megnyertük, úgyhogy úgy néz ki, hogy talán ott lehetünk a legjobb háromba. Igyekszünk, hogy minél jobban helytálljunk, és az önkormányzat csapatának a hírnevét még jobban öregítsük. Hogyan lehet az újabb és újabb játékosokat beszervezni a csapatba, hiszen változások vannak időnként az önkormányzatban? Az igazság, hogy a csapatnak a gerince az mindig meg szokott maradni. Politikától független ez a csapat, ahogy beszéltük, úgyhogy rendszeresen megvan a csapat, a magja megvan, ahhoz pedig az újabbak, a fiatalabbak, illetve akár akik újabb csapatások érkeznek, tökéletesen beilleszkednek a csapatba is, jól érzik magukat nálunk. Nincs olyan, hogy én nem akarok jobb oldalra állni, vagy bal oldalra állni? Nincs teljesen, mindenkinek megvan a saját posztja, de mint egy kis pályán azért nem szokott az lenni, hogy itt elő van vagy hátul, de általában azért nincs jobb oldal, bal oldal, játszunk együtt egymásért. Téged most itt civilben látlak, mi az oka, hogy nem a pályán vagy? Igen, pénteken sajnálatos balesetet szenvedtem, és elrepett 6 barnám, úgyhogy ezért nem sikerült pályára lépnem. Nagyon sajnálom, és fáj a szívem, de majd reméljük a jövőre, amikor meg lesz. Illetve gondolom lesz továbbiakban is rendezve, későbbiekben szívesen jövünk, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk a továbbiakban is elérni. A jövőben is várjátok majd ezt a korosztályt ennek a torna tapasztalata alapján. Igen, mindenképpen. És mellette még márciusban 45 év feletti tornát is megrendezzük, amire már most itt az itt résztvevő csapatokban is nagy az érdeklődés. Azt lehet mondani, hogy most már lassan itt az évek során sikerült felépíteni egy olyan sorozatot, ami majd az éven is kezdődik, majd decemberben a szilveszterkupa is tovább ráépítve fiatalok, öregfiúk, illetve az utánpótlás tornák, ami azt mondom, hogy itt évekre megteremteti azt a hagyományt városunkba, hogy novembertől tulajdonképpen márciusig minden hétvégén teremtornákat tudunk rendezni a csarnokba. Borsodabaui Zemplén megye egyik büszkesége és kedvenc csapata volt a DKSK női NB1-es kosárlabda csapat. A megye székhelyen Miskolcon úgy tűnik valami megmozdult a sportág fellendítésére, tudtuk meg Milán Vukicevicstól, aki egykoron ennek a csapatnak sikeredzője volt. Ezen a 2003-as felvételen a DKSK és a Kassa csapatának mérkőzése látható a Sátoraljóújhelyi Városi Sportcsarnokban. A barátságos találkozón szép számú közönség szórakozott a két kiváló csapat játékát látva. Ám nem csak a mérkőzés, hanem a Diós Györiek edzője is üde színfoltot jelentett temperamentumos stílusával. A szerb származású Milán Vukicevic manapság a Miskolci Sportiskola csapatának edzőjeként gyakran megfordul Sátoraljóújhelyben. A legutóbbi bajnoki találkozó után arról kérdeztük, hogy a sportág csínyát-bínyát ismerő szakember vajon miért nem egy élvonalbeli csapatot irányít? Nem tartom magasabb osztálytól. Másik dolog, hogy nem vagyok vándormadár. Én jöttem ide Magyarországba 1993 év, és itt beragadtam Miskolcon. Itt szeretem is maradni. Volt igény, másik csapatok kerestek engem, de én nem akarok belemenni ez edzői cipőbe, hogy pár hónap után kibocsájtanak meg ezek. Én közgazdasági végzésig vagyok, és nekem van másik munka. Mellette csinálom ezt kosárlabda, és képzem gyerekek. Ez nem jelent, hogy nem fogok visszatérni a osztályba. Más dolog, hogy most önkormányzati meg országos választás eredmények alapján új vezetőség Miskolcon akar kialakítani újra egy erőítős csapat. Valószínű én is fogom részt venni egész csapatnak felépítés. Lehet, hogy jövőre nem fogunk itt találkozni, mint utánpótlás edző, lehet, hogy ide fogunk hozni egy felnőtt női csapat, hogy játszunk egy barátságos meccs itt Sátoraljóújhelyen, ugyanúgy, mint amikor nyitották ez kosárlabda pálya, és szívesen
mindig szeretem ide jönni, mert itt sok barátom van, másik dolog, hogy jó tapasztalat is van, mert itt Sárospatakon 2000-ből elfelejtetlen két hónap töltöttem, egy fiatal gárda, MB2 olyan jó eredmények elérte ez fiúk, és itt mindig jó kosarlabda volt, remélem, hogy fog is folytatni, pár beszélgetés most is folytottam, mert MKS-nak is országos kormánynak van különböző kiemelkedő sportágok, és kosarlabda benne tartozik, és szeretünk ez régió, egész régió fejleszteni kosarlabda, nem csak Miskolcon. És remélem, hogy itt is egy megfelelő együtt gárda lesz. Az elmúlt héten zajlott a sátoraljaújhelyi Jókai Mor általános iskolában a Jókai Napok rendezvény sorozata, amelyben a kulturális és tanulmányi események sorában a sportban is jeleskedtek a tanulók. Sátoraljaújhelyi iskolai sportéletének talán legnagyobb hagyományával rendelkezik a Jókai Kupa asztali teniszverseny, melyet a patináns kupákon elhelyezett győztes csapatok nevei és az évszámok is jeleznek. Ez a sor folytatódott a 2011-es megmérettetés alkalmával. Valóban eltelt már jó néhány év, mikor először kiírásra került ez a kupa. Pontosan 22 évvel ezelőtt látott napvilágot, hogy először megrendezésre került, és azóta minden évben ebben az időpontban találkoznak a város általános iskolás asztali teniszezői a Jókai Napok keretén belül. Így van ez ebben az évben is, és örömmel láthatjuk, hogy szinte minden iskola teljes csapattal képviselteti magát. Mennyire számít nemzeti sportnak itt a Jókai iskolában az asztali tenisz? Hát örömmel mondhatom, hogy nagy népszerűségnek örvend. Volt egy időszak, talán a számítógép megjelenését követően, amikor nagyon az asztalhoz kötötte a számítógép asztalhoz a gyerekeket, maga a gép, mintha változás történne, és ők is egyre inkább igénylik a mozgást, és úgy gondolom, hogy ez a sportág, ez ötvözi az ész és a fizikai erőnek az együttlétét ahhoz, hogy valaki eredményt érjen el. És nagy örömmel mondhatom, hogy szinte napról napra többen vesznek kezükbe pingpongütőt, és remélem ez nem csak a téli időszakra vonatkozik, hanem ez így lesz majd tavasszal, nyáron is. Sárospatak és Sátoraljaújhely is MB3-as csapattal rendelkezik, és sokszor panaszkodnak, hogy nincs utánpótlás. Hogyan lehetne megteremteni az iskolákban ezt az utánpótlás bázist? Hát talán ez az egyik megoldás lenne, hogy minél több ilyen versenyt rendezni, és ne csak egy évben egyszer. Valóban valahogy általában megszakad valami oknál fogva a egymásra épültség. Még általános iskolában nagy érdeklődéssel pingpongoznak a gyerekek, aztán később már inkább egyéb sportágak felé mennek el. Ezt látjuk sajnos az újhelyi csapaton is, a pingpong csapaton, de ugyanez elmondható a sárospataki csapatra is, hogy úgymond kiöregedik a csapat, és kevés fiatal van. Hát ezen próbálunk változtatni a jövőben majd. Milyen számokban avattok majd győztest, és a csapatversenyben ki a védője a Jókai Kupának? Hát, mint említetted, itt csapatversenyről van szó. Két fiú és egy lány alkot egy csapatot, és körmérkőzéses rendszerben döntjük el, hogy ki lesz az a csapat, amelyik egy évig birtokolja majd a Jókai asztali teniszkupát. Ennek a jelenlegi védője az Petőfi tagintézmény, ők el is hozták már a kupát, és most a verseny felénél körülbelül azt mondhatom, hogy reméljük, hogy most itthon marad a kupa, és a Jókai iskola nyeri meg. Ismét megnyílik a lehetőség azok előtt, akik a 40 éven felüliek teremlabdarúgó tornájának a korábbi években is aktív résztvevői voltak. Egy kis szünet után ugyanis a hétvégén ismét pályára állnak a csapatok az Árvaiban.
Az első botkő retro öreg fiúk torna lesz Sárospatakon. 8 csapat részvételével 2-4-es csoportba osztottuk őket, és hát retro kupa retro körülmények között címmel ugye ment ki a médiának, és hát ez arról szól, hogy 1993 óta nem volt az Árva József Gyakorlatilag iskola tornacsarnokában öregfiú torna. Több évvel ezelőtt abba maradt ez a rendezvény, a 40 éven fölüliek rendezvénye, és hát a felnőtt labdarúgó torna után, akik a szervezőbizottságban benne voltunk, úton útvénel megállítottak minket, hogy hát legyen egy kis öregfiúk torna is, és hát belevágtuk a fejszénket, hiszen a gyerekek nagyon sokszor megmutathatják tudásukat Sárospatakon, a felnőttek is most már megmutathatják tudásukat, de az öregfiúk nem. Úgyhogy innen jött az ötlet, és hát bízunk benne, hogy ez hagyományteremtő rendezvény lesz. Csak sárospataki csapatokra számítatok? Nem, de 90%-ban igen. Hát az volt az első ötletünk, hogy azoknak biztosítsuk lehetőséget, akik régen is ebbe a tornacsarnokba rúgták a bőrt és dobálták a falra fel a labdát, úgymond, és meghívásos alapon történt mindez. Most már ott tartunk, hogyha ez nem meghívásos alapon lett volna, akkor lehet, hogy ennek a duplája is lett volna, de nem kell szerintem, úgy gondolom, én nagyba gondolkodni, így szépen fokozatosan elmenni mondjuk egy két napos tornáig, addig azért el lehet merészkedni. Így meghívásos alapon 8 csapat, jött volna 12 is, de így 8 csapat lesz, és főleg Sárospatak, de jön például csapat Szikszóról is. A hétvégén a térség másik nagy sporteseménye lesz a Zemplén Kupa országos karate verseny, melyet a hagyományoknak megfelelően a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnokban rendeznek majd meg. A látványos küzdelmek a sportolók számára a kihívás lesz, melyet érdemes lesz személyesen és figyelemmel kísérni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, már ennyi volt a Sportról Sportra, találkozunk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!